Sziasztok! Üdvözöllek titeket a mostani videóban, most vagyunk éppen Prágába, még Pesten tartózkodunk, viszont a csapatot összeszedtük, úgyhogy innentől már csak nagyjából 5 órát fogunk utazni, majd megérkezünk a helyszínre, közben is szerintem veszünk fel pár vágó jelenetet, úgyhogy tartsatok velünk, gyertek! Autópályáról letérve megálltunk egy picit könnyíteni magunkon, másodlagosan pedig egy kicsit eszegetni. Találtam egy hangulatos kis sziklát, ahol azért... Na, lopkodják a... Nyami-nyami! Lopkodják a burgonyámat! Szóval a helyzet a következő, hogy nagyjából másfél órára vagyunk Prágától, 3 órára fogunk odaérni, úgyhogy szerintem nem pakolunk, hanem egyből megyünk a regisztrációra. Éppen sótlan burgonyát eszegetek, ami megmondom őszintén, nagyon jól esik. Sokkal jobban esne, ha meleg lenne. Sokkal jobban feltöltene. Illetve nyilván a sóbevitel az még nem lett visszaadva. Pontosan azért, hogy a vizet még így az úton ne tartson meg. Valószínűleg, hogyha megérkezünk, lepakolunk, regisztrálunk, kicsikét elhelyezkedünk majd a helyszínen, akkor vissza fogom adni szépen nagyon lassan a sót is. Nagyjából ilyen 2 napos intervallumban gondolkozok, mikor a sót én elveszem. Ezt mindig valamihez időzítem, de ez nyilván szakmai titok. Jóból is megárt a sok. Eddig jó? Eddig jó? Néha annyira nem jön össze, várjál. Aztán a vizem nem tudom, hogy hol van. Ez is jól néz ki. Ez kurva jó. Elvileg már lehet lilahagymát is venni, ugye? Menő. Nem eszek sokat. Ezt inkább... Annyira megszülettem ugye a diéta alatt a salátát lilahagymával. Ugye nem annyira vizesített engem be. Ezért azért szinte végigettem. És jól esik. Tehát a kaja mellé is egy picit jól esik, hogyha eszek egy kis zöldséget. Tehát inkább szíjés hatásai vannak, mint élettani. De némiképpen most egy kis rost az nem állt ugye a megemésztés szempontjából. Bár nem tudom, mennyi rost van egyébként a jégsalátából, de biztos van valamennyi. Sziasztok! Megérkeztünk már a helyszínre, itt vagyunk a Hilton Hotelben, a versenynek a helyszínén. Annyit kell tudni, hogy most megvolt már a regisztrációnk, ugye a barnítási előjegyzékünk, úgyhogy 9-kor fognak majd este barnítani. Tök menő! Éppen csinálnak rólunk egy képet, hivatalos képet. Yeah, this one. Okay? Uh-huh. Yes, sure. So, looking the camera. What the hell? My hair. can we take a normal? You want the other one? Yeah. Okay. Nem gondoltam volna, hogy megajcsíznek valamivel. Na, jó fejek. Nagyon. Igen, megkapott a csizet. Thank you so much. You want? Nézd.
És kaptam egy csipet. És nézzétek, mi van odaírva? Ott a lábamra. Névre szóló. Nagyon menő. Ez egy ideális időpont számomra, hiszen nagyjából 10-30 fele leszek majd színpadon. Így, hogyha még ügyes vagyok, akkor be tudok lógni a reggelizőbe reggel. Általában a szendvics az ilyenkor nekem nagyon jól szokott esni. Egy ilyen frissítő jellegű, tehát egy csonkát szoktam beletenni, és tényleg csak a frissessége miatt egyszerűen annyira feltölt, és annyira jól érzem magam tőle. Ugye alapvetően nyilván ez a rizs, burgonya, tészta kombináció, ez nálam is itt van. Hamarosan ebből is fogok majd enni, eszegetni, viszont eléggé sokat hoztam, úgyhogy ez most lehet, hogy több lesz, mert ma sem tudtunk annyira pihenni. Pont azért most egy kicsit pörgetjük a dolgokat, hogy nektek is legyen anyagotok, illetve lássatok azt, hogy mi is az ábra velünk. Elfáradtam, meg volt a szám 50-es. 50-es rajtszámot kaptam, képzeljétek el, úgy kaptam, hogy le volt fordítva a háttal, és választanom kellett egyet, fordítottam 3-at, és mondták, hogy no, nem láthatom, úgyhogy újját kellett húznom, és az 50-es lett a rajtszámom. Most itt vagyunk a szobának a bejáratánál, gyertek be velem, picit körbevezetek titeket, hol fogok pihenni, hidrálni, aztán utána tényleg pihenni fogok. Úgyhogy gyertek be, Andris. Bújj be. Hát itt az első szoba, az a toalett. Ezt már nyilván jártunk itt korábban is. Semmi extra, de tulajdonképpen én azt érzem, hogy kicsi. És kényelmetlen egy kicsikét. Következő az nyilván fürdőszoba. Itt ugye minden már elő van készítve, már alig várom, hogy zuhanyozzak egyet, meg bőrralíroznom is kell az előbarnítás előtt, hiszen most van 18-20, tehát már lassan már megyek előbarnítani, ami azt jelenti, hogy nagyjából 8 óra fele majd lezuhanyzok, aztán mennem is kell le. Ahogy látjátok, nagyon fasz a tükör van, jó fények, úgyhogy itt majd lehet szépen egy ilyen tükrös, pózolós videót csinálni. Menjünk tovább szerintem, és ugye a lényeg az ágy, az pedig itt van. Két külön nagy ágyat, ágyos szobát kértünk. Gergő pihen már, én alszok az ajtó fölé oldalon, hogyha esetleg pisilnem kéne. Körbenéztek akkor igazából, ami egy versenyzőnek itt szemszája ingere. Itt van víz, izotóniás ital, energétal, séker, hogy tudjam mérni, hogy mennyit iszok. Én bolond még zöldségeket is hoztam. Itt van ugye Tominak a fahéjas csigája, ebből még maradt kettő. Viszont ebből szerintem ma már nem fogok enni, mert elveszi a helyet a többi tápanyagtól. Úgyhogy inkább már el fogok repülni egy kicsit a sósabb kajákra. Nem nagy mennyiségben, de már elkezdem, ugye reggel már színpadon leszek 10 óra 30 körül. Ami azt jelenti, hogy idő kell a testnek, hogy betöltődjön. Legalábbis én nálam ez így működik. Eléggé sok a cucc. Kaptunk egyébként most nem tudom, hogy én kaptam-e, vagy amúgy mindenki kapott, de ahogy láttam, volt egy lista. Szerintem ők a Proten szponzorált versenyzői voltak. Mi kaptunk a Nembiától egy pólót, illetve egy nadrágot. A következő kajám az egy kicsi chips lesz, illetve szerintem elkezdek még rizst is majszolgatni, és majd olyan 8-9 után fogok egy tésztás szénhidratbevitelű étkezést megcsinálni, azt már szerintem lekvárral, pici sóval kiegészítve, és azt, hogy mondjuk lefekvés előtt fogok-e még kekszet enni, vagy mézes karácsot, vagy mit tudom én mit, azt majd eldöntöm, amit kívánok, majd valószínűleg az lesz. Itt van a kis passzom. És most eljött az idő, it's time, Gergő, Georgi, kelj föl. Csináljunk pár jelenetet arról, hogy hol is áll a forma, mert eddig még én sem láttam a mai nap, hogy már is áll a forma. Bringing that heat with the CD, wanna see me, wanna be me, better believe that I'll be free in a big league, not Pee Wee, and I got cheese like CC's. I'm never gonna
cross. They follow me like I'm the law. Put all the weight on my back. Gon' be a legend like my name is Shaq. Gon' be a funeral when I attack. So watch how you act. They never thought I could've rap. Damn, I'm one of a kind, that's something. Texas Hold'em, not bluffing. I'm a diamond in the rough, and I'll never be tripping on nothing. They betting on me like Bitcoin. They wanting a steak like sirloin, but I be playing for keeps though. I'm stacking up green like CeeLo. I'm sorry, but I had to vent. Too many things to get off of my chest. 2018 gon' be bringing my stress. I gotta be ready to handle the mess. They don't wanna love me till I'm winning. They can't really block me from my vision. I'm just trying to get it how I want it. Now they want me back, but you know that I be running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Sziasztok! Üdv innen a Hilton Hotelből, Prágából. Tulajdonképpen most voltunk előbarnítani, megnéztük a formát, és különös módon, mikor megjöttünk, úgy éreztem, hogy sokkal kerekebb, meg sokkal definiáltabb vagyok. Kicsit elfelejtettem szerintem inni. És ilyesem, hogy nagyon keveset ittem. Nem ittam eleget, valószínűleg egyszerűen nem jutott el a tápanyag oda, ahova kellett volna. Aztán most kicsikét elfogyott. Úgyhogy elkezdtem többet inni, iszogatni. Üdv neked is Svájcból azt a... Szóval elkezdtem többet iszogatni egy kicsikét, illetve sóssal tölteni, de az már délután is fokozatosan megvolt. Hogy érzed magad? Mit vársz a holnapi naptól? Hát most látva ezt az egészet, egy kicsit szarul érzem magamat egyébként, mert előtt úgy érzem, hogy jobb formám volt. Nem kell, hogy egyáltalán szarul érzem magam, tehát most ez holnapra még teljesen rendben lesz. Meg most eszel, iszol még, az csak holnapig lemegy. Ettől féltem, meg ezt próbáltam elkerülni, hogy megjön ez a csofadás érzés. Tehát, hogy úgymond egy ilyen nem tudok betölteni, és most egy kicsit ez van. Úgy nem is annyira tudom megfogni az izmokat, úgyhogy gyerekek, kockázhatok kicsit, és szerintem el fogunk menni a Mekibe, mindjárt. Ez van. És tulajdonképpen ott fogok cukros kólát inni, hogy az emésztésem egy kicsikét úgy rendeződjön. Amúgy nincs annyira nagy probléma vele. Azért puffadás van, de összességében nem érzem azt, hogy most annyira rettentően rossz lenne, viszont ennél még sokkal jobb lehetne. Nagyon színvonalas helyen vagyunk, tehát itt a prágai Hiltonban, illetve az egyik nagy konferenciaterem van kialakítva a verseny helyszínéül. Igazából tényleg elmondhatjuk, hogy elég komoly hely ez, ahol megrendezik, és a körülmények is, tehát maximálisan biztosított minden szerintem. Igényes, szép, rendezett is, tehát hogy arra egyáltalán nem lehet panasz. Aztán, hogy milyenek lesznek a színpadi fények, bár nem gondolnám, hogy azzal probléma lesz. Nem hiszem én sem. Persze. Azért, mert figyelnek ilyenekre. Azt kérdeztek, hogy miért chipszel töltök? Mert igazából egyrészt azért, mert picit sós, kellemes, jól esik. Van benne egy kis keményítő, amit tud cukorként hasznosítani a szervezet. Tehát igazából több olyan tényező miatt is, meg szerintem elsősorban az, hogy jól esik. Tehát a töltésnél, aki nincs rákényszerűbb arra, hogy tisztán, mindenmentesen töltsön, zaváljon, egyen, azt szerintem azért valamilyen szinten megpróbálja ezt az egyéniségére szabni, és hogy egy jó leső dolog legyen. De úgyis azért a diétának a viszontagságai hosszú távon már úgy kizsigerelnek. És azért egy ilyen töltés az embernek a hangulatán, kedvén, fényéveket tud változtatni. Ha csak egy picit olyat eszik, ami jól esik. És már fél siker egyébként, hogy mentálisan egészségesek vagytok a versenyen színpadon. Én sem érzem magamat rosszul. Eddig sem éreztem magamat rosszul. Voltak rosszabb pillanatok, amikor elfáradtam, amikor idegebeteg lettem, mert egyszerűen két óránál tudtunk beregisztrálni, meg a hotelt elfoglalni, és az már katasztrófa volt. De összességében nincsen ilyen szabály, hogy csak a rizs jó, meg abban is csak a jászmi rizs, meg izé, hogy mit teszel, burgonyát teszel, már burgonya is, úristen, burgonyát teszel, hát mi? Egyéniségemre van most jelenleg szabva, jól esik a chips, én ezt,
Ha úgy nézzük, akkor egy ilyen átkötésnek csinálom. Ugye alapvetően nincsen annyira nagy sómennyiség benne, tehát azért én egy emelt sóval szoktam a diétának a legvégén lenni. Ahhoz képest ez, ami benne van, nem sok. Szerintem nincs 3 gramm abban az egész dobozban, kb. Tehát az nagyon minimális. Ami tök érdekes, hogy te próbáltál csak tisztán tölteni is annó. Én meg szinte mindig csak szeméttel töltöttem. Tehát, hogy ennek is megvannak azért a különbségei. Én azt mondom, hogy valamilyen szinte érdemes mind a kettőt kipróbálni. És sokkal inkább az miatt, nem azért, mert az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy a saját testednek a reakcióit megfigyeld. Milyen volt az, hogyan töltöttél, hogyan érezted magad, mennyire töltötte fel a glikogén raktáraidat, mennyire érezted azt, hogy energiával teli vagy. Tehát ilyenek, és igazából ez az egyéni tapasztalás az, ami meg fogja adni a tökéletes töltést, a tökéletes diétát akár egy idő után, hogyan építsd fel magadnak. Ha belegondolok, akkor mindenféle töltést próbáltam. Uh-huh. Tisztát, csurom tisztát. Na, én azt nem vállalom. Én nem töltök tisztán, kérem szépen. Ezt meghagyjuk másnak. Most ugye a legutóbbi esetből kiindul a Rómában, elkezdtem tisztán betölteni. 1200-1500 gram szénhidrátot ettem szombaton, és nem töltöttem be. Ott is egyébként lehet, hogy innom kellett volna egy kicsit többet, benne van a pakliba, de nem töltöttem, és ahogy elkezdtem, ettem egy pár puffir is legpára, egyből elkezdtem telítődni. És egyszerűen kellett. Kellett, hogy visszajöjjek egy olyan szintre, amire amit, és így se tudtam rendesen megfogni a pózokat, mert becsopfadt az izomzat, tehát hogy iszonyat nehéz eltalálni azt, hogy azon a színpadon, azon profi színvonalon a legjobb formád legyen. Meg tud fogni a pózokat, ne legyél vizes, kimenjen a szövetekből, jelenleg a szárazság az atomra megvan, minőség nagyon jó, de jelenleg megint ott vagyok, hogy egy kicsit kevésbé tudom megfogni az izomzatot, és ezen fogunk dolgozni maradék másfél órában, amíg felleszünk. Aztán utána alvás. Jó éjszakát nektek! Jó pihenést kívánunk mindenkinek! Holnap majd akkor jelentkezünk. Sziasztok! Reggelizünk. Nem fogom hosszra fogni most, hiszen húzós az időbeosztás. Már lassan már nem kell banítani. Épp, hogy meg tudok reggelizni. Kevésbé annyira kényelmesen, de már tudok. Összességében nézve, este egy kicsit izgultam, ugye, ahogy elmondtam korábban. Az alvás az jól ment, bár egy kicsit kevés volt. Reggel igazából elkezdtem összegetni, azóta már jobban vagyok. Amint látjátok, most is azért tunkolom befelé a cuccost. Szóval jó az irány, megyünk tovább, aztán majd meglátjuk a többit. Sziasztok! Üdvözlök titeket a másik napon. Ahogy korábban már ezt megelőlegeztük, egy picit fókuszba tettem magamat erre a napra, hogy megfelelően fel tudjak készülni mentálisan a versenyre, illetve a prejudgingre pontosabban. A helyzet a következő. Benne voltam az első kihívásban, a forma szerintem elég jól sikerült. Nagyon fárasztó volt, hiszen fenn voltunk legalább fél óráig,
és minket az elején 10 percben durván lezavartak, de még felért mindenki, az nagyon fárasztó volt. Aztán ugye kihívtak minket az első kihívásort, jól megforgattak minket, és tulajdonképpen ezzel le is zárul, mert a végén a kategóriának a többi call-outja után visszahívtak a top 4-et, és akkor minket tulajdonképpen ott még egyszer lepózoltattak szemből, illetve hátulról. És végül úgy döntöttünk, hogy egy picit az én testem megkívánja most azt, hogy a gyomromat pihentessem, nem eszek nagyjából 4 óráig, az kb. 5 óra kajakiesés, és aztán eszek majd egy mekit, illetve majd mézes kalácsot, mint szénhidrát forrás. Ha meg úgy érzem, hogy még lehetne, akkor van még rizs, illetve lekvár, szóval meglátom majd, hogy mit kíván a testem, hallgatni fogok rá. A pihenés, a folyadék, megvonás, illetve nyilván a vízhajtás még pluszban a mai pre-charging után szerintem garantáltan szárazabb lesz a forma. Bízok benne, hogy a kerekségem is megmarad. Kaptam egy pár feedbacket szakmai rálátásra, amit ezúton is köszönök a magyar honfitársaimnak, és ezeket javítani fogok. Mindent megteszek annak érdekében, hogy most akkor már kvalifikáljak az olimpiára, hiszen ez a cél jelenleg, amire meg is van az esély. Úgyhogy drukkoljatok, hamarosan a döntőn találkozunk, tartsatok velem a továbbiakban is. I'm wrong, tell me I'm weak, tell me I'm strong. I'll take a hit to the soul and move on. I know that everything I do is wrong. Itt vagyok a backstage-ben, és éppen a döntő előtt vagyunk nagyjából egy fél órával. Most már a klasszik vízi kategória zajlik. Éppen a szabad pózokat csinálják a srácok. Erről azt kell tenni, hogy 3-5 perc közti szabad pózról van szó. Jelenleg várunk a mi kis kategóriánkra, az isétánkra. Elméleti szinten megvan az eredmény, viszont a show érdekében most minket mindenkit fel fognak hívni egy isétára. Egy pár alapúzt be kell mutatnunk, aztán elméletek leküldenek minket, majd újra felhívnak eredményhirdetésre. Kicsit logikátlan, meg kicsit szenvedős, tehát mindenki látszik, hogy túl akar lenni ezen az egészen. Ugye már a sorsdöntő dolgok megvoltak, a pontozás megvan, az eredmény megvan, és igazából innentől fogva reggel 11-kor végeztünk, és most már lassan este 7 óra van, úgyhogy mindenkinek úgymond egy kicsit már elege van ebből. De nyilván itt vagyunk, csináljuk a dolgunkat, sokan ugye hivatások ebből is élnek, durangatnak, én is mindjárt fel fogok kelni. Ismét csak egy kicsit belkezdtem görcsölni az előbb, úgyhogy azért egy kicsit leültem pihenni, valószínűleg azt mondja, hogy akkor most ezt itt lezárom. És elkezdek durrantani, a többi pedig van, hogy a színpadon látni fogjátok. Second place goes to Ivan Walker, England, Great Britain. Barry Lemon, Manuel Scott, Hungary.
Én fogtam fel még. Nem. Igazából azt tudom csak elmondani, hogy tudom azt, hogy mikről mondtam le, meg hogy miken mentem át, és egyszerűen ennek így kellett lennie. Most nem jövőre, nem két év múlva, hanem ezért tudom, hogy megküzdöttem. Lemondtam dolgokról, megéltem dolgokat, jót is, rosszat is. Nem tudok mit mondani. Több volt rossz, mint a jó. Eszméletlen érzés, srácok. Igazából fel sem fogom, hogy mi a történik. És felmegyünk a szobába, és végre lefürdök. Igazából erre az egyetlen dologra vágyok jelenleg. A teromot nem merem megnyitni, az emberekkel nem merek beszélni jelenleg. Úgyhogy ez majd később jelentkezünk. Először kajálom. Úgyhogy eszek valami finomat. Na, sziasztok! Na, hogy kicsit beszéljünk a mai napról is, elég hosszúra sikeredett a program, tehát azt kell tudni, hogy már reggel kimentünk, ugye egy 9.30-as kezdés volt, ugye a Bálint először 10.30-11 óra között volt színpadon az elődöntőben, a délutáni döntők ilyen szintén jó későn, ilyen 7 óra tájékában került színpadra. Kibírtuk, végigvártuk, tettük amit lehetett, és hát megszületett az eredmény. Bálint megnyerte a kategóriát, ami azt jelenti, hogy a sportágunk csúcsára, a Mr. Olympiára kvalifikált ezzel, ami elég nagy szó, hiszen a kategóriát tekintve a sportág csúcsa, tehát a legnagyobb eredmény, ahova eljuthat és szerepelteteti magát. Aki régebb óta ismeri esetleg, mint én, 5 éve kezdtünk el ugye versenyezni, itt ezen az omniózus első versenyen találkoztunk mi, és most 5 évvel később itt vagyunk a Prága Prón, ahol ő kvalifikálta magát a Mr. Olympiára. Úgy gondolom, ehhez a teljesítményhez nem kell most egyébet hozzáfűznünk. Beletett mindent, amire szükség volt, bevállalta, végigcsinálta. És most itt vagyunk, és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő majd számára. Felhívom most éppen Zoárdot, és megnézzük, hogy mit reagálnak az eredményre. Vagy az eredményhez, bocsánat. Na, sziasztok! Köszönöm szépen! Mi újság? Azt a bocsánat, most nem fogom visszafogni magam káromkodás meg ilyenek szintjén. Majd kisipoljuk. Hallod a burgerezőben, egyik oldalra. Én mondom már. Elmentünk vacsorázni, és így mondom, megnézem most mi van éppen, mert nem volt se élő, meg semmi a sportolikon. Rámegyek,
pont megy az élő, mondom, mi a szar, és így konkrétan akkor csatlakoztam be, amikor így ott álltok az eredményhirdetésen, és van ott az érem, meg minden, mondom, hányadik lettél, azt a és nézem, mondom, megnyerted, az kiabálok át a Kingának, aki ő túloldalt kért pár sorral odébb, mondom, megnyerted, nem értette, hogy mi? Megnyerte, és így ülsz. Azt hiszem, rendeljek neki is hamburger. Úgyhogy igazából ezt a vacsorát, ezt egy extázisban töltöttük, csak így bámultunk magunk elé. Fú, nagyon-nagyon durva, nagyon. Iszonyatosan gratulálunk, fantasztikus. Képzeljétek el, hogy volt egy ilyen showdown rész, és az Andrissal így hülyéskedtünk a háttérben, hogyha... Mondtam neki, hogy ha lesz showdown, akkor felhozom a nadrágom. Mondta, dehogy nem lesz, mert izé fizikben nem szokott lenni. Mondták, hogy showdown. Andris vette a kamerával, én meg toltam fel a nadrágot. És így feltolt nadrág alatt pózoltam a profi versenyen, bazeg. Nem is értem, hogy jött a gondolat, de hát mondom, bazeg, ezt mondtam, akkor csináljam meg. Tehát így, és felhúztam. Vagy hangüzenetben, vagy messengeren amúgy is leírtam, én ott voltam a legelső versenyeden. Az az átalakulás, meg fejlődés, ami nem, tényleg nem csak testben, persze testben is, de fejben is átmentél, az tényleg elismerés a véltó, és most pont ott vagy, ahol lenned kell. Úgyhogy ez a te utad, erre most ráléptél, Isten is erre teremtett erre a kategóriára, meg erre az egészre. Ezt kell nyomni, és jól érezni magad, mert nagyon megtaláltad a helyet. Most már azért te jössz, Zoárd. Úgyhogy 19-én neked is meg kell csinálni a kis feladatodat. Sikerülni fog. Doktor leszel. Hát így legyen, így legyen. Amen. Tehát csak pozitívan. Jól van. Elbúcsúzok, mert többiek várnak rám. Gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen. Jó éjszakát nektek. Uszi. Sziasztok. Szia. Akkor most a mai estét szerintem lezárom, max. Még pár vágójelenet majd a vacsoráról. Holnap reggel találkozunk a reggelinél, aztán elmegyünk majd egy fotózásra, és azt követően pedig indulunk haza, de akkor már vége lesz a videónak, úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek. Holnap még jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a 30 napon, éppen az autópályán haladunk vissza Magyarország felé. Még, hogyha jól tudom, akkor a Csehországban tartózkodunk. Megálltunk itt még az autópályán enni. Volt egy ilyen rapid fotózás a Nebbiával, és lehet, hogy lesz belőle a későbbiekben egy együttműködés is. Egyelőre szerintem mindenki így. Oké, csináljuk meg, aztán majd meglátjuk ezt a cooperation majd későbbiekben. Úgyhogy ennek tényleg tökre örültem, hogy ezt egy ilyen felkérést rögtön kaptam így az eredmények előtt, tehát így független volt az eredménytől. Szóval ez lenne a videónak a lezárása. Megyünk az olimpiára, srácok. 2022, október vége, október eleje, nem tudom mikor lesz, általában most azért variálni szokták, október elején szokott lenni. Ugye Orlandóban, úgyhogy iszonyatosan várom. Amin javítani akarok, az kb. Az, hogy 3-5 kilót még felpakolni magamra, és szemből kell még javulni, mint pózolás tekintetében, mint tömegbe. Tömegben, hogyha nagyobb lesz a tömeg, akkor sokkal jobb lesz a szembepóz. És egyelőre a hátam, amit dominálja a kategóriát, viszont ezt jól lenne, hogy a szemből is meg tudnám mutatni. Egy hét. És pontban Romániában színpadra lépek, ott is úgy gondolom, hogy képes vagyok egy jó formát vinni. Ezen a versenyen mindent kiadtam, nagyon elfáradtam, most én vezetek haza, szerintem egyébként le is tudom nyomni ezt így egészbe hazafele, viszont az biztos, hogy azért ez a hét ez még kemény lesz és fárasztó, azonban drukkoljatok, írjátok meg kommentben a véleményétek a formával kapcsolatban, az eredménnyel kapcsolatban, esetleg azzal, hogy motivált-e titeket ez a videó.
hamarosan találkozunk, legyetek jók, remélem élveztétek, iratkozzatok a csatornára, nézzetek fel a honlapra, sportoli.hu-ra, itt tudtok tőlünk rendelni különböző csomagokat, online coaching keretein belül. Igen, a beszéd már egy kicsit nehezen, úgyhogy menni és enni, úgyhogy sziasztok!